A férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2022. szeptember 26-án az esti órákban az egyik Jászadányi utcában "Állj meg tesó, mondok valamit" felszólítással megállított egy kerékpározó János Hidai lakost. A jogsértő a bicikliről leszálló férfitől a kerékpárját követelte, aki ezt megtagadta. A gyanúsított ekkor a ruházatából egy kést vett elő, majd nyomatékot adva felszólításnak azt a 41 éves sértett nyakához szorította, aki félelmében átadta a két kerekűt. A Jászberényi rendőrkapitányság rablás büntett elkövetése miatt folytat eljárást egy jászladányi lakos ellen, aki a megalapozott gyanú szerint 2022. szeptember 26-án este Jászladány egyik utcájában leszólított egy arra kerékpározót. A kerékpárost megkérte, hogy adja át részére a kerékpárt, aki ennek nem tette eleget. A férfi ekkor egy kést vett elő melegítőjének zsebéből, majd azt a sértett torkához szorította, és azt mondta neki, hogy elvágja a torkát. A férfi úgy megijedt, hogy átadta a kerékpárt. A rendőrök adatgyűjtést követően elfogták, majd előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 25 éves helyi lakost, akit a rendőrök gyanúsítottként kihallgattak, majd őrizetbe vették. Előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására, melyet a szolnoki járásbíróság nyomozási bírája 30 napra elrendelt. Bejelentést követően a rendőrök elfogták és előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 25 éves férfit, aki rablásbüntet elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgatták. A nyomozóhatóság a terhelt őrizetbe vételéről határozott és előterjesztést tesznek a letartóztatást indítványozására. A nyomozók az elrejtett kerékpárt kutatás során megtalálták, lefoglalták, azt a tulajdonosának visszaadták.